Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, egy nagyon sikeres úszó világbajnokságon vagyunk túl, illetve vízes világbajnokságon vagyunk túl, amelyről dr. Sós csabával volt már módon beszélgetni a múlt héten. Most pedig itt van Dr. Baladár Sándor a Magyar Úszó szövetség elnöke, akivel egy másik világversenyről fogunk beszélni, egy másik világbajnokságról, méghozzá a junior vb-ről, mert ez meg előttünk van, hamarosan kezdődik. Köszönöm a lehetőséget. Igen, egy hét múlva érkeznek az első csapatok. Jelentem, 127 ország jelentkezett be, ilyen nem volt még. Azt mondta Dr. Sós Csaba, hogy mindenki ide akar jönni, mert olyan fantasztikusan jók a körülmények az arénában, az ételben, a szállásban, mindenben, ide mindenki el akar jönni. Én már 110 után azt mondtam, inkább ne jöjjenek, mert több mint 1100 versenyző fog beérkezni, kb. 50 FINA official, és mindenki itt lesz a Finától, nem csak az elnök, alelnök főtitkár de a fina büro tagjai is itt vannak, szeretik Budapestet, tehát, de miért ne szeretnék? Hát és tudják, hogy miért szeretik, hiszen a vízes világban... Vanzsú után azt mondom, <laughs> hogy, hogy megtapasztalhattam, hogy tényleg minden idők legjobb vb kellett legyen 20 17, hiszen azért Vanjú, őszintén megmondom, hogy szervezésben egyéb dolgokban a, a cipőtalpáig nem ért a budapesti 27-es VB-nek. És gondolom, hogy a junior VB-t is nagyjából úgy kell megszervezni, mint a, amilyen a vízes világbajnokság volt. Mi, mi az, ami különbség kell, hogy legyen, vagy, vagy lesz? Hát alapvetően nincs sok különbség, annyi a különbség, hogy ez nyilván nem fog akkora érdeklődésre számot tartani, mint egy elit vb. Feladat tekintetében közel azonos hiszem, az országok létszámát tekintve ott vagyunk, Banjuba volt 170 valamennyi, itt most már 130 körül vagyunk, versenyzői létszámba ugyanott vagyunk, a finasztaf ugyanott, tehát hogy 6100 vendég van lefoglalva, de az óriási feladat, erre a Magyar Úszó Szövetség szakértői gárdája sportszakmai szempontból maximálisan felkészült, hiszen mi bizonyítottunk, meg az elmúlt tíz évben bizonyítottak ezek a kiváló kollégák, hogy szakszerűségből, alázatból, együttműködésből tíz pontosak. Tehát meg tudjuk ezt jól csinálni. Nagy feladat lesz, nagy kihívás lesz persze. Költségvetés szempontjából mennyire nagy a különbség, mert azért, aki itt volt a vizes világbajnokságon, sportvezetőként például, ugye ő nyilván számít valamire, ami vagy úgy lesz, vagy nem, mert nyilván egy junior világbajnokságot azért nem lehet olyan módon megszervezni ebben a tekintetben, mint egy, egy vizes világbajnokságot. Hát a költségvetés tekintetében nagyságrendel alacsonyabb. És akkor hogy lehet ugyanazt a színvonalat hozni? Hát Azért, mert ennyire, eh, hogy mondjam, eh, a összekötetések, a kapcsolatrendszer. Van hitel az USA Nem úszó Tudom, ne? -e, hogy az mtv val van olyan megállapodás, hogy a korábbi igen magas összeg helyett eh, eh, díjmentesen fogja közvetíteni ezt a junior világbajnokságot, ezek 100 millió forintos tételek, és én büszkén mondhatom azt, hogy azok a költségsorok, amik meg vannak húzva, és ami ránk vonatkoznak, azokat mind tartani fogjuk, sőt, el kell mondjam, hogy legalább 50-80 millió forintot fogunk tudni spórolni, idézőjelbe azon a költségterven, amit leadtunk, de nyilvánvalóan azt is el kell mondani, hogy hogy ugye volt már korábban egy hasonló, de más szövetség által rendezett junior VB, ahol sajnos elhíresült az a plusz 300 millió. Én azt mondom, hogy mert mindig azt hallgatom másik oldalról, ugye a harmadik fél részéről, hogy a szakszerűség, a tervszerűség, a tervezhetőség, a költséghatékonyság és egyéb ilyen nagyon szép szavak, ami egyébként jó, csak a sportszakmát, a sportszakma által támasztott feltételeket, azokat meg kell teremteni, mert én abban nem vagyok partner, és nem is adom a nevemet ahhoz, hogy azért, hogy 10-20 millió forintot lefaragjunk mondjuk egy transferből, vagy egy logisztikai helyzetből, azért egy világbajnokságnak a megítélése ne száz százalék legyen. Akkor tehát a fehér asztal mellett is nagyon magas teljesítményt kell nyújtani. Mi az, amire számít az a vízben a magyar válogatottól? Hát ugye van egy junior szövetségi kapitányunk, Petro Juván, aki nagyszerűen ezt el tudná mondani. Azért azt látjuk, hogy a világbajnokságok történetében ugye ez a ötödik, ha jól emlékszem, volt egy Szingapur, ahol egy ezüstünk volt, utána egy Dubáj, ahol három ezüst, aztán jött Indianapolis, ahol fantasztikus eredmények voltak, előtte volt még egy Peru, illetve egy Mexiko, ahol nulla eredmény volt a magyar csapat részéről. Tehát hangsúlyozom, nem vagyok e, szakmai vezető, de e, én nem gondolom azt, hogy most kimagasló eredményekre e, kell számítani, hiszen e, egy Milák Kristófot, e, vagy egy Késő Jajnát vagy egy német Nándort azért nagyon nehéz megtalálni, e, nem csak a, az edzőknek a fantasztikus felkészültsége, de óriási szerencsés kell hozzá. Tehát magyarul nem számítok nagy eredményekre, talán két-három érmes helyezésre. És az, hogy például az idei világbajnokság, illetve a tavalyi év, a 2018-as év olyan remekül sikerült az úszóinknak, az vajon minek köszönhető? Erről beszéltünk Sós Csabával is múltkor, hogy elképesztő tudás van a magyar edzők fejében, és akkor, ha megtalálják ezeket a tehetségeket, akikről az imént beszéltél, akkor, akkor hihetetlen dolgok jönnek. Én már a versenyzőkkel szeretném megköszönni, mert az a az a hit és szorgalom alázat, ami bennük van, az, az elképesztő. Az edzőkben nyilván egy 20 év ezt egy olimpiai bajnok. Hát igen, mondhatnám, de az már egy régi történet, de egyébként ugyanaz a történet. és azt kell mondjam, hogy a Sós a válogatás elvei jutólag azt kell mondjam, hogy maximálisan igazolódtak. Nagyon sok kritika volt, hogy ez nem jó helytelen, de mégis mégiscsak őt igazolta az öt aranyunk illetve az aklimatizációs időnek, időszaknak a kiválasztása is tökéletesre sikerült, az, hogy olyan edzőbizottság van, én kiterjesztettem, most már 13 ember van benne, ott vannak viták, vannak veszekedések, de a végén mindig van konszenzus, ez nem kerül ki, és egy olyan szakmai előterjesztés, ami aztán szolgálhatja ennek a, ennek a vizesportnak a, a sikerességét, és hát még azt, és nyilván, hogy azért a feltételeket megteremtettük, végtelen számú kérés érkezett, mi igyekeztünk melegégű edzőtábortól kezdve, sportegészségügy nagyon fontos idén, Merkel rektor nagy segítséget nyújtott ebbe az egész történetbe, tehát megindítottuk itt a, az edző továbbképzéstől kezdve, szóval sok olyan dolgot csináltunk, ami ideig vezethetett. Egy kicsit még a világbajnokságnál maradva, a jövő héten Rasovszki Kristóf érkezik majd ide a stúdióba, aki ugye az eredményei mellett azzal járta körbe a világot, a világot a sajtószintjén, hogy milyen gesztust tett a versenyző társa felé azzal, hogy az érmet a nyakába akasztotta. Ugye ez volt a, az egyik, a pozitív véglet volt, a negatív véglet, amiről sokat beszéltünk, és gyakorlatilag azt hiszem, sikerült is megfurcolni egy sportolót vele, a Tamásról beszélek, te azt nyilatkoztat, hogy, hogy meg törték őt gyakorlatilag azzal, ahogy, ahogy, ezt az ügyet tárgyalták azok, akik foglalkoztak vele, most hogy állunk ebben, mert azért nyilván ennek van egy olyan oldala is, hogy azért mégiscsak muszáj valamit tenni. Igen, ez szóval ezt még egyszer elmondom, mert én ezt fontosnak tartom, hogy tényleg a médiának köszönjük, hogy behozták a, a sikereket a magyar otthonokba, hogy láthattuk azt a Guangzhoui csodát, amit mi ott megélhettünk, meg ha végignézzük a musz Facebookját az elmúlt három hétben, hogy tényleg micsoda eredmények. Nem akarom ezt most felsorolni, mert nyilván aki nézi ezt a televíziót, azt tudja, vagy nagyjából tudja. Tehát három hétnek a csodálatos eredményei. Nekem egyébként ez ad erőt a mindennapok küzdködéseiben. És hát, kedves Tomi, kapcsán annyit hadd mondjak, hogy talán a médiának a torzulása ez, hát nekem ezt ki kell mondani, mert valaki olyan fölött mondunk valamit, és hát azért a kommentekből is lehet látni, hogy eléggé megosztott a társadalom ebben a kérdésben. Nyilván, hogy nekem nem az a dolgom, hogy ezt megítéljem, hogy ki mit mond, nekem egy a dolgom, hogy igazságot szolgáljunk, a versenyzőnek is igazságot adjunk, és a közvélemény fele is egy olyan e, kommunikét adjunk ki, ami elfogadható és hiteles. Annyit még, hogy pénteken én találkoztam a Tamással, lelkileg rettenetesen meg van törve, kezdeményeztem a fegyelmi bizottság elnökénél, hogy hívja össze a fegyelmi bizottságot, és amint beér korából a megfelelő dokumentum, úgy ezt az ügyet majd tárgyalják. Ugyanakkor viszont sokat beszéltünk arról, hogy ebben a sportágban támogatjátok a sportolókat, illetve a felkészülést gondolom, hogy ez ügyben is ez lesz a továbbiakban, le lesz zárva ez az ügy, és onnantól kezdve megint csak azzal kell foglalkozni, hogy az eredmények jöjjenek, és tudjanak nyugodtan Csak is ez számít. hát a VB azért tényleg egy lendületet, lökést ad az úszóinak ahhoz, hogy Tókióba megközelítsék ezeket a fantasztikus gondzsúly eredményeket. Egy mondat, neked milyen érzés volt mindezt végignézni a világbajnokságon, olimpiai bajnokként, szövetség elnökeként, kintről? Hát és a, és a, a Kristóf nyakába akaszthattam az aranyat, tehát ez, ez bearanyozta az életemet, egy legszebb élmény volt. Nem tudom, szárnyalt, szárnyaltam én magam is, nem csak a lányok és fiúk pillangon szárnyaltak, 200 pillangóval ünnepelt valaki egy SMS-ben, tehát a miláknak ez 1.50-73, ez még aztán húzódott tovább. Tehát a kapás ez a szuper taktikai Mesés győzelme, amit behúzott, hogy a Katinka 61-2 vegyesből 61-et is megnyerte, hogy a 400 vegyesen átírta az úszósport történelmét ezekkel a győzelmeivel. Hát és a világ? Hát 1 millió 28 ezer megtekintés volt a Phelps eh, megnyilatkozása eh, kapcsán. A, a fészen 1 millió 28, saját szememmel látta millió. Tehát ezek azért olyan számok, meg olyan értékek, amik amik nekem megerősítést adnak, hogy talán jó úton vagyunk. És azt hiszem, hogy az a jó, hogy erről tudunk beszélni sokat, és még ennél is többet. Köszönöm szépen. Én Mikor köszönöm, tánálunk. hogy jönne lehette. A kedves nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Viszontlátásra.